A következő percekben egy koszorúzással egybekötött megemlékezésre invitáljuk Önöket, hiszen a felsővárosi óvodák lovas huszárok kíséretében szavaltak, illetve vettek részt játékos foglalkozásokon március 15-éhez kapcsolódóan. Így van, stábunk a Dobótérre, valamint a Petőfi szoborhoz is elkísérte a gyermekeket. Most a táncházzal, zenével és énekkel színesített programról készült összeállításunkat láthatják. Ez már a felsővárosi óvodáknál ez hagyomány volt, mert 2015 óta végül is kijárunk ide ünnepelni március 15-ét, de ugye a pandémia ez megszakította ezt a folyamatot, és most újból szeretnénk ezt a hagyományt föléleszteni, és mi úgy gondoljuk, hogy a gyerekek számára fontos ez az ünnep. Át kell, hogy érezzék, és meg kell, hogy tapasztalják, hogy az ünnep az más, mint a többi hétköznap, és mi már erre hetek, vagyis hát legalábbis közel hetek óta készülünk erre, már az óvodát feldíszítettük közösen a gyerekekkel, a nemzeti színű, nemzeti színekkel, a szimbólumokkal. Akkor a történelmi eseményt úgy meséltük el nekik, hogy az életkori sajátosságuknak megfelelő legyen, tehát így meseszerűen, de a történelmi tények is benne legyenek. És olyan dalokat, verseket tanultunk, olyan mozgásos játékot csináltunk, amik a március 15-éhez kapcsolhatók. Hat kisgyerek fog kardot, és a többiek, akinek nem jutott kard, azok meg visznek rá patkót, és én hatot elbírtam. Ez az első császári királyi huszárezrednek a ruhája. Tehát nagyon sok ezred volt, a szponzoroktól függött, hogy milyen színűek voltak, milyen posztó volt, akkor miből tudták megvarni. Ez volt a császári testőrség. Ha a 80 huszár című filmet látták, akkor ez az egyenruha szerepelt abban a filmben. Magyarság tudat megalapozása lenne a célunk, de ez még egy felnőttnek is elég nehéz megfogalmazni ezt a fogalmat, de én úgy gondolom, hogy ezekkel a játékokkal talán ezeket a történelmi eseményeket is föl tudják idézni az ő szintjükön, az ő életkori sajátosságukhoz megfelelően.